Az áldozatokat és ne a bűnel követőket kártalanítsák, ezt követeli most a Mi Hazánk mozgalom. Torockai László, a mozgalom elnökét Velkovics Vilmos kollégám kérdezte. Stúdióban üdvözlöm Torockai Lászlót a Mi Hazánk elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Önök, illetve az Önök országgyűlési képviselői egy határozati javaslatot készülnek benyújtani, amelyik arról szól, hogy a bűncselekmények áldozatait sértetjeinek a kártérítését, kártalanítását segítse. Mi ennek a javaslatnak a lényege? fölháborítónak tartjuk azt, hogy például az olasz-liszkai lincselők, akik halára vertek egy tanárembert, kártérítési igényel fordulhattak a rossz börtönkörülmények miatt, hogyha nem elég puha a kispárna, vagy nem elég meleg a víz a zuhanyzóban a börtönben, akkor a Strasburgi bírósághoz fordulnak. Úgy látszik egyébként, hogy erre most már ügyvédek is szakosodtak, tehát ez egy komoly iparággá nőtte ki magát. Nálunk egy egyszerű tol, vagy aki most kijött 1,6 millió forintot kapott, és a kocsmában ezzel dicsekedett, tehát úgy látszik, hogy ez most már komoly iparággá növi ki magát. Börtönkörülmények miatt 5 millió forint kártérítést ítéltek meg neki a magyar állam a magyar adófizetők pénzéből fizet ezeknek a börtönviselt bűnözőknek, gyilkosoknak. Miközben nekönök? az áldozatok, miközben az áldozatok nem kapták meg a megítélt kártérítést. ugyanezt történt Márián Kozma gyilkosai esetében, ahol a mai napig nem kapta meg Márián Kozma családja a kártérítést a gyilkosoktól, miközben ők szintén kártérítést kapnak a magyar államtól a, a nem megfelelő vagy Nos, nem elég kényelmes, rossz, 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 nem elég kényelmes börtönviszonyokért. Ez vérlázító, szerintünk így is egyébként Magyarországon wellness börtönök vannak. Mi azt javasoljuk, hogy lépjünk ki a Strasburgi Bíróság felhatósága alól. Első és a legfontosabb a magyar emberek érdeke, és azoknak az áldozatoknak az érdeke, akiket tulajdonképpen így kinevetnek ezek a bűnözők, akik meggazdagodva jönnek ki a, a börtönből. És nem csak ezt szeretnénk, hanem egy határozati javaslatot nyújtanak be parlamenti képviselőink az országgyűlés számára, amelynek az a célja, hogy egy olyan alapot hozzon létre a magyar állam, amely alapból automatikusan ezeket a kártalanításokat az áldozatok, vagy éppen a hozzátartozók javára a magyar állam kifizeti, és a magyar állam gondoskodjon arról, hogy a bűnözőktől behajtsák, akár a NAVON keresztül ezeket a pénzösszegeket. Hát ez is az adófizetők pénzéből menne? Hát nem tulajdonképpen nem, mert ugye a bűnözők pénzéből, hiszen De a bűnözők el... már bent a börtönben is jó esetben dolgoznak, hogyha kijönnek a börtönből, akkor pedig természetesen, hogyha bármilyen vagyontárgy kerül a nevükre, vagy akár valamilyen vagyont fel tud az állam kutatni, akkor az állam zsebébe visszakerül ez a pénzösszeg a bűnözőktől. Miért nem azt szeretnék elérni, hogy a kártérítési összegből esetleg egyből az áldozatok családja rész esetesen, Ugye pont az olasz liszkai ügyben, ha a Helmeci László nincs résen, akkor ott több millió forintot kapott volna. Igen, csak ugye ez, ez kicsit bonyolultabb, mert ez azt feltételezi, hogy minden egyes ügyet végig tud, nyomon tud követni a magyar állam. Ez így mindig mindenféleképpen bonyolultabb. A sokkal egyszerűbb, hogyha van egy alap, automatikusan megkapják. Hát ugye gondoljunk abba bele, hogy hozzánk is például a mi hazánk mozgalomhoz fordultak olyan áldozatok, akik elmondták, hogy nincs pénzük ügyvédre. Tehát ők ezeket a jogi eljárásokat nem tudják végigvinni. Sok esetben nincsenek tisztában akár egy ilyen jogi eljárással, akár nem is tudják azt, hogy hogyan kerülhet hozzájuk ez a pénzösszeg, és hát nem is biztos, hogy nagy dobra verik ezek a bűnözők, amikor megkapják a börtön után ezeket a kártérítéseket. Ezért mondtuk azt, hogy ez egy automatikus folyamat, ebből az, alap, ebből az alapból kártalanítani lehet az áldozatokat, és utána a magyar állam gondoskodjon arról, hogy nyomon kövesse a megfelelő szervekkel, akár hogy mondtam, a NAV bevonásával ezeknek a bűnözőknek a további életét, hogy behajtsa tőlük ezeket a pénzeket. Ön azt mondja, hogy önök azt szeretnék, hogy a Strasburgi Bíróság hatája alól is lépjen ki Magyarország. Azért ott számos olyan ügy is van, amikor megvédenek magyar állampolgárokat, például mondjuk a 2006-os lövöldözések után. Tehát ezek az emberek védelem nélkül maradnának azért, mert hogy a bűnözőket megvédik. Tehát én nem érzem arányban ezt a kettőt egymással. Valóban egyébként vannak ilyen ügyek, amikor, sőt én magam is emlékszem, nem, nem egy ilyen ügyre, 2006 és 10 között voltak valóban mondjuk ilyen rendőri túlkapások vagy jogsértések kapcsán is voltak ilyen ügyek, Ugyanakkor az világosan látszik, hogy a Strasburgi Bíróság a legtöbb esetben, és egyébként változik a helyzet, hiszen régóta működik a Strasburgi Bíróság, az elmúlt években egy olyan valamiféle, nem tudom, liberális és talán emberellenes irányba változott meg a Strasburgi Bíróság, ahol a bűnözőket védik, és nem elsősorban az áldozatokat védik. Számunkra megtámadottak a fontosak, nem pedig a bűnözők jogai, és azt gondoljuk, hogy a a Strasburgi Bírósággal kapcsolatban vannak olyan nemzetközi példák, ahol egyes országok, mondjuk Oroszország például azt mondta, hogy nem hozhat a Strasburgi Bíróság olyan döntést, ami ellentétes az ország jogrendszerével, vagy éppen az alkotmányával. Mi ebbe az irányba szeretnénk elmozdulni, tehát mi is azt gondoljuk, hogy a Strasburgi Bíróság nem bírálhatja föl, hiszen ez már szuverenitási kérdés, akár az itteni ja. döntéseket, és ezt országon belül, államon belül kell megoldani, leküzdeni, hogyha kell, akkor akár politikai úton, hogyha kell, akkor a törvények betartásával, hogy olyan jogsértések ne történhessek, történessenek, amiben adott esetben a strasbourg bíróságnak kellett intézkedni. Ön tud olyan EU-s országról, amelyik nem fogadja el a Strasbourg-i ítéleteket magára nézve? Nincs, én ilyen, én nincs ilyen, nincs ilyen És én ezt mindig el szoktam mondani, Vá, hogy az neki az kellene lépni az Európai az, Unióból. Nem nem kell kilépni az Európai Unióból. Én ezt mindig el szoktam mondani, hogy én nem azért politizálok, hogy elfogadjam a státuszkót, a fennálló rendet. Még akkor is, hogyha az a magyar emberek érdekével ellentétes, hanem azért politizálok, hogy azt megváltoztassam. Már pedig ebben az esetben teljesen világos és egyértelmű, hogy a magyar emberek érdekeivel ellentétes, sőt tovább megyek -egy szuverenitási kérdés, amit a Strasburgi bíróság ezekben az ügyekben tesz, a bűnözőket védve. És egyébként tényleg tarthatatlan most már az a helyzet. Nagyon sok példát tudnék felsorolni, azt gondolom, hogy műsoridónk be ez nem fér bele. Olyan példákat a saját környezetemről, én is polgármester vagyok, ugye ismerem a helyi ügyeket, hogy úgy jönnek ki a börtönből bűnözők, visszaeső bűnözők, hogy tényleg a képünkbe röhögnek, nevetnek, és azt mondják, hogy milliómosként jöttek ki a börtönből, köszönhetően a strasbourg bíróságnak. Ezt mindenféleképpen meg kell változtatni. Értem az ön politikai céljai, de hát mintha a szavazók nem lennének vevők A legutóbbi felmérések szerint, az ávet szerint 2%-on állnak egy, egy szinten a kutyapárta. <laughs> hát kit érdekelnek ezek a közvetlen kutatási adatok? Én, amikor önök bejöttek 20, a politikába, ön 20, azt mondta, hogy erő lesznek. 20-25 éve foglalkozom politikával, leginkább mozgalmi jelleggel, most is egy igazi mozgalom vagyunk, tehát nincs állami támogatásunk, nincsenek mögöttünk oligarchák, mint más pártok mögött, így aztán én pontosan tudom azt, hogy óriási eredmény, amit eddig elértünk, alig több, mint egy éve be a mi Hazánk mozgalmat, még nagyon sok ember nem ismeri a nevünket. Hasonló példa volt, amikor az MDF-ből egyébként hasonló politikai okokból kiválta a miép, a 90-es évek elején, 93-ban kiváltak, 1994-ben az országgyűlési választásokon 1,58%-ot kapott a miép. Mi ugyanígy, tehát körülbelül még ugye egy éven belül uh -huh. voltunk az európai parlamenti választáson, 3,3%-ot kaptunk, 114 ezer szavazóval, most pedig az őszi önkormányzati választások számomra az objektív mérőszámok, nem mindenféle politikai és pártok által megrendelt közömenyei kutatások, és az emberek elég egyértelműen azt mondták, hogy körülbelül 5%-on állunk, tehát a parlamenti bejutási küszöbön állunk, saját megyében, Csongrád megyében 9,1%-ot kapott a mi hazánk mozgalom, tehát számomra ez a fokmérő. Jelenleg, hogyha azokat a megyéket is átlagolva ide számoljuk, ahol nem tudtunk listát állítani, hét ilyen megye volt Magyarországon, akkor körülbelül 200-250 ezer szavazó közötti szavazó lehet most, aki szimpatizál velünk. Na ez a mérőszám nem a közvélemény kutatási cégek adatai. Én azt gondolom, hogy ha így haladunk tovább, akkor nem kérdés, hogy, hogy parlamenti pártként már egy megkerülhetetlen erő leszünk ez azért érdekes, mert éppen ön mondta azt, hogy az EP választás előtt, hogy jönnek váltóerő lesznek 2022-ben, akár a Fidesz is le tudják váltani. Tehát 41 néhány százalék szemben a kettővel. Jó, csak hány éve van Fidesz? Hány éve működik a Fidesz? Hány éve alapították a Fidesz? 30. Jó, tehát 30 éves előnye van a Fidesznek az egyéves mi hazánk mozgalommal szemben. Ugyanakkor, ugyanakkor én azt látom, hogy ha az elmúlt egy évet nézzük, akkor is ennél szerintem sokkal fontosabb, hogy milyen ütemben erősödünk, bár elég szép ütemben erősödünk, szerintem sokkal fontosabb az hogy bebizonyosodott, hogy nekünk lett igazunk, hiszen ma már Magyarországon teljesen egyértelmű, hogy két opció van. Van a Fidesz, Orbán Viktor vezeti a Fidesz, ez elég egyértelmű, és van a másik oldalon egy létrejött egyesült balliberális töm, én amelyet Gyurcsány Ferenc vezet. Senki nem hitte el nekem tavaly, amikor a mi hazánk mozgalom az ászlót bontott, hogy Gyurcsány Ferenc lesz a vezetője a jobbiktól a DK-n keresztül a momentumig terjedő szövetségnek. Ma már mindenki tudja, hogy Gyurcsány Ferenc irányítja, Jó, még egyébként Budapest. Irányítja, is. de önök 2022-ben akkor sem lesznek Fidesz váltóerő, ezt mondtad. A kicsit előre ben szalad? mi a harmadik, mi a harmadik, a harmadik út erőször. leszünk, a harmadik erő leszünk, remélhetőleg sorrendben nem a harmadik erő leszünk, de természetesen azért egy egyéves pártól még nehéz azt elvárni, hogy 40 os párt legyen, de hát én azt gondolom egyébként, hogy az idő nekünk dolgozik, ugyanis most mindenki látja azt. A Fidesz most már ismerik 9 éve hatalmon a Fidesz, mindenki látja, hogy milyen. És amikor korrupciós ügyekről beszélnek a fidesz kapcsolatban, számos olyan korrupciós ügy van, amiben mi is megszólaltunk, akkor azért nagyon sokan elfelejtették az elmúlt 9 esztendő alatt, hogy a balliberális oldal 2010 előtt hogyan lopta szét az országot, és ebből a szempontból most, hogy Budapesten ők nyerték a választásokat, mindenki látja, hogy, hogy még meg sem melegedett alattuk a szék, már is szétlopják a, a közpénzeket, egy millió forintot kap tanácsadásért Kálmán Olga, Vágó István is most már a Semmiért Felügyelőbizottsági tagként százezereket vihet haza, tehát ne gondolja senki azt, hogyha a Fideszt a balliberális táborra vagy kormányra váltja akkor ebben az országban kevesebb lesz a korrupció, tehát nekünk igenis építeni kell a harmadik oldalt, a tiszta, egyenes utat, a harmadik utat. Torockai László, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm. Köszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket. A Magyarország élőben hétfőn is a megszokott időpontban jelentkezik, majd tartsanak akkor is velünk, hogyha tehetik. Kellemes hétvégét kívánok a viszontlátásra.